Én már itt vagyok, és itt csak véletlenül megnyomtam a stop gombot, és lássák, hogy itt van ez a villanykarú része, és ezt hogy bírják majd, hogy két vezeték rákerüljön. Hát egyszerűen úgy, hogy itt már két darab vezeték van. Hogy az észre kaprázik, hogy itt tényleg két darab vezeték van fönt. Hát kettő van. Mindegy. Egy darab, hanem kettő. És az is, hogy hosszannak kell majd lenni annak a tartóknak, hogy elérjék a mind a kettőt. De az is egy megoldás, hogy ha egyáltalán meg is épül ez a vasút, ha lesz egy dízeles, a másik meg lesz egy elektromotoros. Ha elektromos meg egy dízeles, és akkor nem kell annyit már szemben, annyi pénzt adni ki az új vezetékekre. És az sokkal egyszerűbb megoldás. Az egyik ez elektromos, a másik meg lesz dízeles. És az már mindjárt már gazdaságosabb. Nem kell annyi vezeték, húza, semmi. Hosszabb része meg egyéb mások. Ott van a súlyzó része, ami látható. Alva van kihúzva, hogy ne dőljön el a vezeték, ne érjenek össze. Összeérnek, akkor kisüti az egészet, és akkor nem lesz áram, akkor nem bírnak az elektromos vonatok közlekedni, csak a dízelek bírnak. Így tovább nézzünk a területet. Itt van, veteményesek vannak, meg egyéb mások. Hát a vonat meg a sinek témáról ennyit volt a véleményem. Remélem, hogy önök értették, hogy én milyen hibákra vonom fel a figyelmüket. Szóval ez a vonat már ezek a sínpárok 1889 óta állnak. Itt vannak. Azóta jóformán alig lettek javítva. És most meg el akarják pusztítani. Ki akarják, és nem lesz többé. Akkor sokkal egyszerűbb lenne, mint egy fejlett országba, hogy igenis ahol én élek, egy nagy fejlett ország lehetne, hogy megfognánk is az autóútba, kitétanák a kanyarokat, és arra a középére beépítenének egy két vasúti sínpárt. És így már is már más lenne az összkép, tehát szerintem úgy sem lesz megvalósítva, helyette majd Isten kicsit okoskodnak. A legolcsóbb eset, hogyha kiszélesítik, de néha vannak ezek a bückék, amik kb. Két méteresek, hát az némi kicsike fájfájás fog ami okozni, de az a jó, hogy jó sok helyen van ez, meg akkor lehet, hogy a vezetéket meghagyják, lesz egy elektromotoros része, meg lesz egy dízeles, az sokkal olcsóbb lesz, úgy nekünk kell értelem beruházni. Köszönöm a figyelmeteket, erről szólt a videó, remélem, hogy önöknek tetszett az előbbi videók is. Ha önök, ha érdeklik, akkor írjanak rá nyugodtan kommentokat, írjanak véleményt, osszák tovább, akárhol, terjednie kellene a videóimnak, de sajnos nem terjednek. Köszönöm ismétlenül a figyelmeteket, szevasztok!